Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, mi a terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Így hangzik a három kérdés. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint, mint minden jóslásnál, és ez e-mailen keresztül megrendelhető, vagy írhatsz a Facebookon keresztül. Ott megtalálsz Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a hajó, ez jelenti a reményeket. Reménykedik, hogy minden jóra fordul. A hajó az lehet egy külföldi kapcsolat, vagy egy utazás is. De ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És itt a hold jelentheti ugyan az anyukáját is. Lehet, hogy az anyukája külföldön van, vagy épp nyaral valahol. Amit a hold még jelent, az ő álmai, vágyai, elképzelései, és megvan nála a remény, hogy ez az álom megvalósul. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a kutya jelenti a hűséget. Ő hűséges, és itt van a szerencse. Ő boldog veled. Amit a kutya még jelenthet, a barátok, az ismerősök, ezek is jó kapcsolatok, hiszen itt látható a szerencse. A kutya természetesen jelenthet házi állatokat és kutyát vagy cicát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? A gólya jelenti a változásokat. Valami változik köztetek, és itt a kígyó az jelenti a megújulásokat, ez lehet a gyógyító erő is, de néha utal egy nőre. Lehet, hogy eddig még volt párkapcsolata, de most megváltozik a helyzet, és feléd figyel, közeledik hozzád. Ez a hölgy lehet valaki a te környezetedben is, az anyukád, vagy egy kolléganő, vagy egy barátnő, és itt változnak a dolgok, illetve ő így közeledik hozzád, ő szeretné azt, ha megváltozna valami. Lehet, hogy azt szeretné, hogy te lezárj egy bizonyos kapcsolatot egy kolléganővel, vagy egy barátnővel, és itt van a szerencsés fordulat és a remény hozzá. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a mozgás, előre mennek az események, lesznek változások. A gólya utalhat költözködésre, itt a hajó jelenthet egy utazást. Sok minden fog történni a közeljövőben, azon kívül itt ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt is, hogy ott is lesz majd ez az új energia, megváltozik valami, ha beteg voltál, vagy valaki beteg volt a környezetedben, itt megvan akkor a gyógyító erő. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!